Isti! Na szevasztok srácok, itt van a következő Forza Horizon 4 Wheelspin gameplay videónkban, addig pörgetünk, amíg egy autót nem kapunk, és amikor autót kapunk, három darab versenyen fogjuk azt próbára tenni, és hogyha mind a három versenyt megnyerjük, akkor azt egy ace-nek fogjuk nevezni, tehát ace-nak angolul. Na, meg is van, hát ennyi volt, egy AMC Javelin AMX 71-ből, jó kis amcsi autó, hát lesz szopás vele, azt gondolom, elnézést a kifejezésért, ugyanis tél van, úgyhogy a hátsó kereket fogja szeretni az autó, úgyhogy nem fogunk túlzásokba esni a tuninggal, már most mondom, nézzük is meg a teljesítmény növelést. Itt a kocsi, nem is volt még AMC-m egyébként ezelőtt, American Motors ugye, elvileg a cucc. Vagy nem is AMC, AMX, mi ez? Nem is tudom, hülye vagyok egyébként teljes mértékben ehhez az egészhez. AMC, AMX, jó. Fejlesztés és tuning. Na, mint mondtam, nem fogunk durvára. Nyilvánvalóan első dolog az az, hogy a téli gumit azt megkapja. Mert ez az autóval, hát... nem lesz egyszerű a mutatvány. Oké, egyébként szép a kocsi. Azt mindenképpen meg kell hagyni. Miket lehetne még itt variálni? Nem fogunk hajtást cserélni benne, ezt most mondom nektek. Nem fogunk benne hajtást cserélni. V8 vagy V10. Hát V12, én ilyeneket nem akarok már V8 szerintem, legyen egy V8 a kocsi. Kész, jó? Tehát valószínűleg szerintem gyárilag is ez az akar lenni, de gondolom ez egy nagyobb blokk, vagy nem tudom pontosan, hogy mi van. Hajtásra nem variáljuk át összkeréket. Tudom, hogy összkerékkel jobb lenne a kocsi, de nem fogjuk megoldani. Viszont egy ilyesmit kaphatna esetleg, de... mint mondtam, nem akarok annyira durvulni. Így már ás az autó, úgyhogy nem rakunk bele ilyesmit. Jó, és akkor tuningolunk, nagyon fontos először a fékeket rakjuk be, meg az ilyesmiket, tehát a verseny, legyen ültetve le a porba, így van. Kanyarstabilizátor nagyon fontos, ilyesetleg arról van szó, hogy nem tudjuk teljesen így se fogni az autót, akkor legalább legyen valami mencsvár, amihez tudok nyúlni. Kanyarstabilizátor finom hangolásra értem ezt a dolgot. Na, motor... légbeömlő, verseny légbeömlő, nagyon jó. Egy ilyen A kategória végére szeretném pakolni a kocsit egyébként, úgy durván. Meglátjuk, hogy ez hogy fog majd alakulni. Remélem, hogy bele fogunk tudni férni, hát így nagyjából ennyi volt. Hát utána meg már minden más, már a... hát ennyit kap a kocsi akkor. Ennyit kap a kocsi. Hát kuplunkból nem kapott jobbat. A kuplunk pedig az fontos lenne váltási idő miatt. Sebváltó is fontos lenne, úgyhogy inkább ezeket fogjuk megoldani. Meg a differenciál mű sem lenne rossz. Jó. Ennyi, és akkor viszont a teljesítményből annyit vissza fogunk venni, hogy ne legyen ez 8, ne legyen S1-es a kocsi. Mert én nem szeretnék egy S1-es autóval menni, megmondom őszintén. Tehát, hogy az már kicsit nagy teljesítmények tűnik. Na, egy 800, a 800 a vége. Így van. Hát 300 kilót lehajítottunk belőle, majdnem kétszer akkora lett a teljesítmény, így is, még így is, mert C kategóriaikra abból a kocsi most néztem meg. Úgyhogy meg lesz, még a színén változtatunk egy kicsikét, nem durván, csak egy tényleg egy hangyányit, hogy ez a sárga nem rossz, de nekem annyira nem is adja ki, milyen gyári színek voltak itt ehhez a kocsihoz. Legyen egy, ez mennyire a klasszik amcsi autó szín? Legyen ez. És akkor ennyi mentés jelge autó, nem is fogunk rá új felnit rakni, semmi ilyesmi, we don't care about that right now. És akkor megnézzük az úton mit tud. Tényleg én télen, jeges úton, havas úton nem akarok azzal szarakodni, hogy csúszkál az autó, valószínűleg így is fog. Úgyhogy mindjárt kiderül, de szerintem ez még pont az a szint lesz, amikor még vállalható. Hát jó lomha, nyilván játékbeli standardekhez képest mondom, azért összejön az ereje. Vicces, hogy hiába van rajta versenyfelfüggesztés, vagy versenyrugó. Egyszerűen ugyanolyan hajósnak tűnik egyébként. Wow. Jó. Le is parkolunk itt. Jó, ez bőven annak a kategóriának
érzem, amit még fogunk tudni is kezelni. Lepadlózod egyesbe, kipörög, eldobja a segít, de nem ez a életveszélyesen nincs, akkor a teljesítmény. És ezáltal ez jó lesz, úgyhogy mehetünk az első versenyre. Ami a tóvidék futam, mint láthattátok, Retro Muscle, valami ilyesmi. Kezdjük is meg a versenyt. Nagyon kíváncsi vagyok. Nem számítok semmire. Én az észót ki sem merem eltenni a számom. Hogy őszinte legyek. Meglátjuk. Megyek, ahogy tudok. Jaj, ne. Sajnos a kerítés szaggatás az eléggé tempóromboló volt. Na nem baj. Itt vagyunk még mindig rajtuk, mint az állat. Megpróbálom szélről kezdeni a kanyart. Jaj, de jó! Here I am! Rock you like a hurricane! Oké. Okay. Nagyon jó, íveket próbálunk használni. Nem mindig jön össze, nagyon jó az a kocsi. Így ez a teljesménye még bőve jó az az autó. Nagyon használható. Ez nem volt a legkontaktmentesebb előzésem, amit életemben produkáltam. De ez van, 40%, ugye Mom's Spaghetti van. Jaj, de el kéne menni, ez az! Nem akartam beleütközni, mert akkor olyan lendületesztés van, hogy nem tudunk bele elmenni, faszán. Így most ez jól jött ki. Kicsit túl lett az fékezve, azt érzem. Nem baj, 53%, itt vagyunk rajtuk. Jaj! Egyszerűen olyankor nem lehet elkerülni. De biztos van olyan, aki ezt el tudná kerülni ilyenkor, én nem vagyok az az ember, úgyhogy... Jaj, de itt vagyok! Még hogy nem merem kiejteni az észt a számon, hallod? Mindjárt meg is előzzük. Hát 3% az izgalmas verseny amúgy. Itt nem kellettem ekkorát fékezni, haver. Jaj, de jó! Jobb ível jöttünk! Jaj, de jól jött ki! Itt el se vesszük. Itt egy kicsit de, meg fékezünk egyet rá. Látod, mennyivel kulturáltabban lehet menni, hogyha nincs akkora teljesmény hátsó keréken? Mennyivel kulturáltabban, mert nem megy össze-vissza, nem csúszik. Hiába a jeges út, hiába a tél. Ez pont jó, srácok, pont jó szinten van az autó. Nagyon fontos a jó fék bele, a felfüggesztés, stb. A teljesítmény meg ebben az esetben teljesen elhanyagolható, de bőven nem egy lassú autó, így sem. Nagyon jó ez a 800 kategória így, ez még jobban van lőve. Srácok, megnyertük! Jó verseny volt! Izgalmas verseny volt, nem volt biztos, hogy meg fogom nyerni. Egy percig sem volt biztos. Főleg az elején, ott volt ugye tempóvesztés, kerítésbe belementünk, stb. Ez mindig általában szar szokott lenni. Nézzük a következő versenyt. Murhead szélerőmű körverseny! A következő versenyünk, nézzük is meg. Egyre nagyon megvök elég ez az autóval, meg kell, hogy mondjam. Rajtunk az... hagyott némi kívánivalót maga után. Jó van, kis kontakt belefér. Ez az! Let's go, baby! Let's get it popping, boys! Jaj, de jó tempót jövünk! Úristen, milyen tempót jövünk! Jaj, túl nagyot, igen! Nem baj, szépen kiegyenesítjük, és már is a második helyen vagyunk, úgyhogy most kezdtük meg a második kört. Egyáltalán nem rossz progressz, azt kell, hogy mondjam. De jó az ív. Ezt nagyon-nagyon túlfékezem, ezt a kanyart. De nem is baj, mert itt vagyunk, és meg lesz. És ott be fog fordulni, így van. Sajátok, ez! Ez az én kategóriám, ez az A. Ez hands down.
Nem tudok jobbat mondani, nagyon jó az autó. Élvezett vele menni. Tényleg, iszonyat se jó a kocsi. Iszonyat se jó a kocsi. Az viszont nem volt egy túl jó kanyar. Mindenesetre utolsó kört kezdjük meg, a legjobb köridőnk. Az egy... 50! Pont 50 másodperc a legjobb köridő. Ez kemény. Szerintem ez a féktávval most sokat nyertünk. Biztos lemegyünk 50 alá. Ez a cél most, 50 alá lemenni. Ez biztos lesz, hogy meg lesz. Nem kell vigyázni másokra. Jó tempót tudunk menni. Először megyünk ugye alapból légüres térben. Nagyon le vannak maradva a többiek, hála jó Istennek. Tartsuk meg Isten a jó szokásukat. Ez is milyen jó tempóval be lehet venni ezt itt. Ki kell húzni. Nagyon jó. Maradunk jobb szélen. És ez bőven egy 50 alatti idő. 48 vége. Na, srácok, ez egy jó verseny, ez egy jó autó. Kettőből kettő. Nagyon komoly, nagyon meg vagyok elégedve. 48-8-66. Az utána legyünknek 52-7-87 a legjobb ideje. Majdnem 4 más... Nem tudom, mi történik, srácok. Nem tudom, mi történik. Fogalmam sincs. Egyszer jó az autó. Jöhet az utolsó verseny. Nyomjatok egy lájkot, hogy lesz-e ész szerintetek. Most! Milyen lájkot, kommentet, I'm so fucking confused right now. Jön a következő versenyünk. Dervent víztározó futam az utolsó versenyünk, srácok. Ezzel már voltunk nagyon sokszor. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e ész belőle. Szurkoljatok! Egyre az autó nagyon-nagyon-nagyon impozáns. Nagyon tetszik. Jaj, mekkora manőver! Úristen! Ott tartom, elvetted! Nagyon jó, nagyon jó! Textbook! Textbook racse van. 20%. És elvettem most én is, de lehet, hogy jól is tettem, most nem kezdem fékezni. És vissza is váltok, gratulálok, de ők is hibáznak. Jobbról! Kontakt nélkül meg lehet őket előzni, nagyon jó, ezt szeretem. Harmadik helyen vagyunk jelen pillanatban, 28%-nál. Mire azt kimondtam, az már 30 volt, és ez egy borzasztó kanyar. Mégis valahogy jól jövünk ki belőle. Csak a szélárnyék, all the way. És csak a szélárnyékból... Aha. Meg is van, ezt kiegyenesítjük. És nem tudunk elmenni. Kontakt, nem baj. Itt is, hogy sima megvan. Elfékezted, bátyja. Látja, hogy gyors felső jobb. Na, a vízbe. Dik! Gondolom magasabban van a kocsi. Jaj, mekkora verseny, 52%. Én vagyok. Szélárnyékban. Itt ezt kiegyenesítem, talán jobb veszek, de nem. Vissza szélárnyék. Azonos teljesítmény gyakorlatilag a két kocsi, és elrontja. Viszont nem, kicsit korai a váltás. Nagyon lelassult a srác. Jajaj, hiba. Jó, még meg tudjuk tartani 77%, most csak olvasson végig kéne menni. Végig kéne találni a pályán. Ők jól nekem ezt szokott feladatot adni, tehát nekem ez szokta kondjaim lenni. Meglátjuk most mi van. Fékezik el volna. Jaj, ne! Az mi? Ne! Még megvan, nyugi. I still got it. Csak hinni kell magadba. Igen, pontosan így. Remélem, hogy élveztétek ilyet az out! Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.